Jó estét, gyerekek! Sziasztok! Hát, elérkeztünk az utolsó meséhez, amit még innen olvasok nektek, de nem kell elkeseredni. Nagyon fontos, és jó, jegyezzétek meg, hogy a 77 magyar népmese című könyvet bízzátok rányára vagy apára, hogy szerezze be, és olvasson nektek minden este, úgy, ahogy én szoktam. És hogyha nem akar, akkor mondjátok azt neki, hogy addig olvasson nektek, amíg olvashat, és amíg érdekelnek téteket a meséik. Ez nagyon-nagyon fontos, lehet, hogy találkozunk még, de képzeljétek el, hogy 6 hét után végre hazamegyek én is a saját gyerekeimhez, Andráshoz, meg Annához. 6 hét az 42 nap, 42 napja nem voltam otthon, 42 napja nem láttam őket, és most már nagyon ideje lesz, úgyhogy holnap én végre hazautazom. De nem foglak mese nélkül hagyni, azért majd néha még rakok fel ilyeneket, jó? Vagy feltöltök, és akkor anya vagy apa megmutatja nektek. De hogy egy kicsit vidámnak legyünk, ezért egy, ja, nagyon-nagyon fontos, remélem mostatok kezet alaposan, és fogat is már, akinek van, amit mosnia. Nekem van, én szoktam mindig. De hogy ne legyünk ilyen szomorúak, hiszen nincs mindennek vége, ezért egy nagyon jó pofa vicces kis versikét olvasok nektek ebből a könyvből, melynek az a címe, hogy Fából faragott Péter. Volt egyszer egy szegény parasztember és a felesége. Éltek, érdegéltek, kedv nélkül, mert gyermekük nem volt. Egyszer azt mondja az ember a feleségének, na, asszony, gondoltam én egyet. Mit, apjuk? Elmegyek az erdőbe, és faragok fából egy gyermeket. Nagyot kacagott ezen az asszony. De úgy történt. Estére, mire a vacsora készen lett, az ember egy kifaragott gyermekkel érkezett haza. Az ajtó sarkába állította. Leültek az asztal mellé vacsorázni, ahogy vacsoráztak, maradt egy kis étel. Még azt mondja az asszony. No, éppen a fiunk részére maradt. Akkor lefeküdtek. Egyszer csak éjfél felé megszólal a fagyerek. Édesanyám, alusznak-e? Megörült az asszony, felelt azonnal, nem alszunk, édes gyermekem. No, ha nem alusznak, keljenek fel, és adja ide a vacsorámat. Hát a fából faragott gyermek megelevenedett. Addig gyönyörködtek benne, addig beszélgettek vele, hogy szépen meg is virradott. Mikor háromnapos lett a gyermek, azt kérte, engedjék ki az utcára, hát keressen magának játszótársat. Kiment a kicsi fiú a kapu elé. Hát éppen egy vele egykorú gyerek várta őt. Kérdi fából faragott Péter. Te kisbarátom, lakik-e ebben a városban kardmester? Hogy ne laknék, éppen ott van, nem messze. Bemegy Péter az apjához, azt mondja. Legyen szíves, adjon nekem 8 krajcárt. Ó, édes gyermekem, adok én neked többet, mit érsz azzal a csekészséggel? Nekem csak 8 krajcár kell, mondta fából faragott Péter. Azzal kifutott, és elment a barátjával a kardmesterhez. Ott azt mondja, kardmester úr, adja nekem 8 krajcárért azt a kardot, amelyet legelőször készített. Ó, kedves öcsém, mondja a kardmester, megette már azt a rozsda, van itt réz, arany és gyémánt kardom, amelyik tetszik, azt veheted, nem kérek tőled azért egy krajcárt sem. Nem, gyermek kezébe való az, feleli Péter, keresse ki csak azt a kardot, amelyen legelőbb tanult, az kell nekem. Elment a kardmester, és addig hányta a kardokat, amíg meg nem találta azt a rozsdás kardot, amelyet legelőbb készített. Újból kutatni kezd, és megtalálja azt a tokot is, amelyikbe a kard illik. Péter vette a kardot, felkötötte a derekára. Úgy illett rá, mintha onnan nőtt volna ki derékból. Azt mondja, na, itt van 8 krajcár, mert az első munkát is meg kell fizetni. Aztán nagy örömmel elment haza. Éppen másnap következett a vásár abban a városban. Azt mondja Péter az édesapjának. Édesapám, menjünk ki a vásárba, hadd lássam, milyen gyülekezés van ott. Éppen azt is akartam mondani, édesfiam, mondja az apja, menjünk és vegyünk 2 ökröt. Járnak a piacon az ökrök között, hallják ám egyszer, hogy van itt 2 ökör, aránylánccal összekötve. Amelyik vitéz, ketté vágja a láncot, azért lesz a 2 ökör. Azt mondja fából faragott Péter az édesapjának. Menjünk apám arra felé, hadd lássam, milyen az a 2 ökör. Hát látják, hogy milyen szép 2 aranyökör. De már annyi a csonka kard körülöttük, hogy a szügyüket éri a sok kardvég. A szügy az a hasa.
minden négy lábú állatnak. Legalábbis az emlősöknek. Ha megengednék, én is hozzávágnék, mondja Péter. Elcsodálkoznak a népek, hogy mit akar ez a kisfiú. De meg kellett engedni. Ekkor Péter hozzávágott, s úgy elvágta az aránylátszot, hogy annak csengése, pengése 12 országon is keresztül hallott. A két ökör meg felcsapta a farkát, futott, s egyenesen hozzájuk az istálóba. Azt mondja ekkor az ökrök gazdája. Na, te fából faragott Péter, menj haza, s add nekik enni. De tudd meg, hogy ezeket hiába kínálod akármiféle takarmánnyal, mert ezek csak parazsat esznek. Hazament Péter, s meggyújtott 12 ölfát. Mielőtt az eléget volna, vitte az itatóvedret, s hányta a parazsat belé. Azt a két ökör mindet szemig megette. Igen ám, de akkor a két ökör felhányta a farát, és egyik ment napnyugatnak, a másik napkeletnek. Azt mondja fából faragott Péter erre. No, édesapám, jöjjön velem, mutatok én magának egyet. Kimentek a kapu elé. Péter a kapu sarkába két helyre beleütötte az ujját. Egyik lyukból tiszta piros bort folyt, a másikból meg tiszta pálinka. No, édesapám, ide tegyen asztalokat, üvegeket. Itt ihatik mindenki, amennyi kell neki. De most, édesapám, látja ezt a szántót, a ligát? Látom, kedves fiam. Hát ezt a malomkövet látja-e? Látom, kedves fiam. Na, amikor ez a szántót, a liga, az ajtó elé áll magától, és a malomkő felmegyen a szántó taligára, a bor pedig vízzé változik, a pálinka meg piros vérré, akkor tudja meg, hogy én meghaltam. Akkor, ha fel akar keresni, üljön fel a szántó taligára, mert az éppen oda viszi, ahol én vagyok. Most, kedves édesapám, nekem el kell menni világot látni, szerencsét próbálni. Elindult fából faragott Péter, hét országon, hét világon keresztül ment. Elérkezett egy királyi városba. Beköszönt a királyhoz. Adjon Isten jó napot, felséges királyom! Hozott Isten öcsém, mi járásban vagy? Elindultam szolgálni, szerencsét próbálni. Az asztalosinasom éppen most hagyott itt, mondja a király. Mit kérsz egy esztendőre? Nem kérek én semmit, csak ételt, italt. Ott maradt Péter, végezte az asztalosinasi dolgot. Olyan ügyesen és kellemesen járt, hogy az öreg király nagyon megkedvelte. A királynak volt egy lánya, az is annyira megszerette Pétert, hogy már meg akart hálni, ha nem adják hozzá feleségül. Na, azt mondja a király, inkább megengedem, hogy hozzámenj. Azonnal nagy lakodalmat hirdettek, jöttek mindenfelől grófok, bárók, hercegek, papok, hóhérok. Pap eskedte, hóhér seprűzte őket. Aztán úgy éltek a királyi udvarban, mint férj és feleség. Egyszer jön a királyhoz egy olyan írás, hogy fűtfát állítson glédába, s itt és itt jelenjen meg a háborúban. Mikor ezt a király meghallotta, nagyon sírt. Kérdi fából faragott Péter. No, felséges király, hát te miért sírsz? Hát hogy ne sírnék, édes fiam, mondja a király. Mikor egy olyan írás érkezett, hogy fűtfát állítson glédába, és itt jelenjen meg a háborúban. Felséges királyom, sose sírj, elmegyek én oda magam is. Ó, kedves fiam! Mit érsz te ott egyedül? Csak mint a szúnyog a bivály mellett. De Péter csak elment egyedül. Csatázni kezdett. Annyira harcolt a kardjával, hogy már-már mindenkit legyőzött. De akkor véletlenül megbotlott. Erre aztán őt győzték le. Rögtön földbe is temették. Másnap reggel a szántótaliga otthon elment az ajtó elé. A malomkő felment a szántótaligára, magától a bor vízzé változott, a pálinka meg piros vérré. Látta ez Péter apja? Felült a szántótaligára, és elment oda, ahol Pétert legyőzték. Kereste, de hasztalan. De látja ám a két ökröt jönni. Napkeletről jön az egyik, napnyugatról a másik aranyökör úgy jön, hogy ég és föld majd összeszakad, úgy dübörögnek. A két aranyökör hányni kezdte a szárvával a földet, mindaddig, amíg Pétert ki nem vették. De hát, a nyaka le volt vágva, és semmi élet nem volt benne. Ezt kérdezi egyik ökör a másiktól. Te mit tudsz? Én tudok annyit, hogy össze tudom ragasztani. Hát te mit tudsz? Kérdi a másiktól. Én lelket tudok ereszteni belé. Ekkor az egyik összeragasztotta, a másik lelket fújt belé. Fölkelt fából faragott Péter. Jaj, de jó, aludtam. Aludtál volna bizony örökre, ha mi nem lettünk volna, mondják az ökrök. Akkor megindult aztán Péter, és hazamentek. Ahogy hazaértek, a király újra összehívta grófokat, hercegeket, válogatott cigánylegényeket, és felavatták Pétert királynak. Még a mai napig is folytatják a királyságot.
Ha véletlenül meg nem haltak. Bizonyám, mert fából faragott Péter bátor volt. És legyetek ti is bátrak, de okosak, olyanok, mint fából faragott Péter, és mindig mossatok kezet, mossatok fogat, és vigyázzatok nagyon magatokra. Én még fogok nektek valamikor mesét olvasni, mert anya meg apa figyeli. Nagyon köszönöm, hogy olvastátok, illetve hogy meghallgattátok a meséimet, meg azt is, hogyha lerajzoltátok. Vigyázzatok magatokra, szép álmokat, gyerekek! Sziasztok!